Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Kakas Béla vagyok, Sándor a polgármestere, és a Fidesz KDMP Csongrád megyei közgyűlésének a lista vezetője. Két jó okom van, hogy szót kérjek és hogy önökhöz szóljak. Az egyik az, hogy nagy tisztelettel szeretném kifejezni elismerésemet Makó és térség településeinek, település vezetőinek, polgármestereinek. Az elmúlt két ciklusban, vagy az elmúlt ciklusban produkált eredményeihez, és engedjék meg, hogy polgármesterként avatottan nyugodt szívvel mondjam ki azt, hogy tisztában vagyok ezzel a, ennek a küzdelemnek a, a súlyával, a problémáival, nehézségeivel, hiszen az elmúlt időszakban új kihívásokat kaptak az önkormányzatok, részén megtanultak pályázni, megtanultak pályázatokat levezényelni, elszámoltatni, kivitelezni. Ez egy új kihívás volt. Tulajdonképpen a egyik legfontosabb ennek a béli időszaknak a üzenete, hogy az önkormányzatok merjenek álmodni, célokat kitűzni, de tudjanak gazdálkodni is, hiszen tettük úgy ezeket a, a folyamatokat, hogy közben eladósodtunk, közben ö, olyan szintű problémákkal, költségvetés-finanszírozási problémákkal találkoztunk, amihez, mint tudjuk, komoly állami segítség és konszolidálás kellett. Most ott tartanak a települések hogy adósság nélkül, látva pontosan a költségvetésük arányait, néznek a jövőben, új fejezetet indítanak, és ez az új fejezet, ez arról fog szólni, hogy az állam segítségével, az önerőfinanszírozásával, megálmodva az újabb célokat és az újabb, újabb álmokat, a gazdaságfejlesztés és a területfejlesztés vonatkozásában hajtsák végre azokat a kötelező feladatokat, amik önmaguk tűztek ki maguknak. A másik fontos dolog, bizonyára önök előtt ismeretes, hogy az elmúlt héten pénteken a Csongrád megyei közgyűlés Fidesz KDNP többsége vezetett közgyűlése elfogadta azt a területfejlesztési koncepciót, ami meghatározza a Csongrád megye jövőjét, az előttünk álló Európai Uniós költségvetési ciklus 2020-ig tartó időszakában. A 100%-os támogatottság jelezte azt, hogy párt és, és kormány érdekek találkozása a helyi elképzelésekkel úgy valósult meg, hogy nem voltak szint problémák. A megyei közgyűlés ezzel a döntésével lezárult egy időszak, és jelezte azt, hogy egy új korszak jelenik meg az ő életében is. Az ezer éves megye új feladatot kapott, ami nem kevesebb, mint a térség területfejlesztési és gazdaságfejlesztési koordinációja, és ennek a szerepvállásában az a felelősség, amit csak egy választott grémium tud felelősen vállalni, hiszen a megye életében először egy olyan, olyan helyzet teremtődik, amikor a települések nem egyes harcos módjára vívják meg a küzdelmeiket, hanem egy olyan koordinációs rendszerben, ahol a tudás alapú tervezés, a települések lehetőségeinek felmérése, a gazdasági szereplők potenciálnak az értelmezése egy kézbe kerül, és tudja ez a koncepció pontosan, hiszen kitűzi az irányt, kitűzi a nagyságrendet, prioritásokat állapít meg, ő pontosan tudja azt, hogy hogy lehet az egyensúly megteremtésével, hiszen egy olyan tudományos kutatómunka eredményeként jött létre folytatni ezt a folyamatot, hogy a települések gazdasági szereplőként egy menedzser szemlet irányítással tudjanak ebben részt venni. Nem véletlenül mondom azt, hogy menedzser szemleti irányítás, hiszen gazdasági szereplővé válnak most a települések, és ebben a Fidesz-KDNP által vezetett közgyűlési üzenetben az van, hogy egységbe tartozunk, nem engedjük leszakadni a településeket, nem lesznek olyan régiók és olyan, olyan térségek, ahol csak azért, mert ő esetleg egy kis település nem tud pályázni, a rendszer fel fogja karolni, és én abban bízom, hogy a települések és a, a lakosság megérti azt, hogy a megyei önkormányzat fontos szerepe, egy kormányzati akarattal, egy nemzetépítő szándékkal együtt gondolkodó megye és település egysége fogja a jövőnket alapozni. Köszönöm szépen.